akkor vajon melyikbe? Micsoda fentéssel indul ez a... Ja, bocsáss meg. Várjál. Mit keres nálad a mikrofonom? Mi a véleményed a mai reggelről? Mi? Jani beteg. Igen, basszus, kicsit megfáztam. Igen, de bejött dolgozni, mert egy igazi jó munkás ember. Hogy lefertőzöm. Így holnapra is betegek leszünk, szóval fakt. Jó, azért annyira nem vészes. Egy kis megfázás. Így van. De az amúgy én mindig megfázok egyszer az évben, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Hát, ja. Elnézést a kis közjátékért, mert itt is sikerült egy percet megcsúszízzak itt a Happy Hour startra, meg itt teljesen megzavarodtam, mert ugye de cseten illettek egy ilyen érdekes kommentel, amit muszáj megemlítenem, mert úgy érzem, hogy ez hozzátartozik az egészhez. Szóval igazából nagyon sokféle kritikát szoktunk kapni minden irányból. Mert ugye valakinek mindig nem tetszik valami. Ami végül is egy természetes dolog, ha belegondolsz, mert elég sok mindent csinálunk, és akkor mit tudom én, valaki reggel is gémet szeretne nézni, valaki délután is inkább talk show-t szeretne, mit tudom én. Szóval alapvetően a műsorrendszerünk az úgy működik, hogy minden reggel van egy reggeli műsor, amikor beszélgetünk Janival, ami ugye érdekel akit. A legtöbb olyan ember, akit a gaming tartalom érdekel, fel se kell. Na most nem is ez a lényeg. Délután pedig minden egyes nap game stream van. Na most ez a műsor struktúra jelenleg úgy alakult, ahogy most viszont azt mondták, hogy a csatorna olyan lett, mint a TV2. Na most egyre kíváncsibb vagyok egyébként, hogy mi alapozódott meg ez a komment. Az a problémám, hogy azóta nem kaptunk választ erre, pedig ugye én is kíváncsian álltam hozzá. Hogy melyik része? De most miért pont a TV2? Azért, mert jobb. Én évek óta nem látom a TV2-t, de lehet, hogy azóta meg a gaming streamek. Lehet, hogy azóta egyébként ez van, és mi azt kopp, hogy mi a lófasz. Fogalmam sincs, hogy mi vagy a TV2. Lehet, hogy az zavarta meg az úriembert, hogy a menetrend hátra lévő része nincs kitöltve? Szerintem az, hogy csak reggeli műsor van, és akkor gyakorlatilag TV2. De az RTL-en nincs reggeli műsor amúgy. De hogy ne lenne? Hát, ja, hogy az hát akkor meg mit sértegeted az RTL klubot? Értem. Biztos azért amúgy. Ha esetleg nyitott kérdés, de nem bannoltuk az úriembert. Amit nem. Szerintem csak ő nem tud. Igen. Nem bannoltuk. Egyébként Eving, köszi szépen az első hozzászólásodat, vettem az adást. Tehát azt írta Eving, még a műsor elején, hogy milyen jó lenne Janinak most egy kis húsleves. Pont. Egyébként pont. Kis erős Pistivel. Hát jó lenne, igen. Ez tény. Viccen kívül amúgy tegnap toltam egy csirke ízű levest, amiben egy szem csirke nincs, csak a fűszerek ilyen szárnyas fűszerek gyakorlatilag. Amúgy jó volt, raktam bele egy kis csilit, és azt hittem meghalok. Amit rohadt erős volt, úgyhogy jó volt. Na. De olyan nagyon sokat nem segített, mert hát nem lettem jobban. Valószínűleg a hús hiányzott belőle, ami az energiát adja az embernek. Igazad lehet kopasz, még valami főzős műsort kéne csináljunk, és akkor lehet, hogy át tudnak nyargalni, tudom, hogy RTL klub szintekig, vagy most nem tudom, melyik áll magasabban. Hát már a múltkor terveztük, szóval így már értem. Tehát főzős műsor, reggeli műsor, rassan már hát gyakorlatilag valóság show a délután, hogyha úgy nézzük. Hát figyelj, valóság show, ha hiszed, ha nem, valójában játszok. Igen, azért mondom, hogy szóval végül is lehet igaza van. Igen. Lehet igazán. Celebsége, minden. Ugye a teljes csatornán mennek az ilyen dokumentumfilm jellegű tekkek. Hát amúgy tényleg úgy nézik, mint egy tévé. Igen. Na mindegy, én átgondoltabbnak éreztem volna, hogy egy kicsit jobban kibontod ezt a dolgot, haver. Mármint úgy értve, hogy mégis milyen szinten hasonlít ugye a TV2 ez a csatorna. De meg kell nézzük ezt a TV2-t, most már kíváncsi lettem egyébként teljes mértékig. Ha megy a TV2 gameplay, szóljatok. Abba hagyjuk. Azonnal nézem. Rögtön ebben a pillanatban. Na mindegy is, örülök egyébként, hogy néhányan ilyen véleményen vannak. Sőt, nem vár, mert volt benne az is, hogy kurvára sell out. Igen. Eladtuk a Happy Hour-t. De mi? A Code Vein vagy a Surge? Ez ilyen szó az hét most ráadásul. A Happy Hour meg a miénk. És mi volt olyan sell out ebben? Szerintem... Vizet iszok, vizet. A PUBG is. Nagyon sokat fizettek nekünk. Amúgy szóval le kéne cserélni most már. Miért? Ó, annyira menő, Jani. Mert most már mondja. Szerintem annyira menő. Érted? Tudod, hogy mi kéne egyébként? Tehát én nem értek veled egyet, semmilyen szinten ebben. Szerintem Vadert kéne lecserélni Counter-Strike-ra. Ne, hát nem. De. Figyelj, trendire kell maradni. Nem. Az igazi gémek. Nem. Ide kellene rakni egy ilyen 80-as évekbeli valami filmplakátot. Tudod, mit kéne rakni? Egy 80-as évekbeli Counter-Strike plakátot. Egy Alienware.
Alienware? Mi a faszról beszélek? Na, ott a sellout, nem? Abba a pillanatban! Egy Alien plakátod. Ja, véletlenül kicsosztam. Most véletlenül Alienware-t mondtam. Na mindegy. Nem, egy Alien plakát kellene. Az kéne, egy ilyen ekkora pont. Az amúgy nagyon adná. Tényleg. Igen. Na mindegy, engedjük el ezt a kommentet, én megalapozatlanak tartom, és direkt nem mondtam semmi csúnyát rá, mert egyszerűen az a baj, hogy tehát erre nem lehet mondani, aki ilyen, van valami gond vele egyébként. Igen. Tegnap egyébként, képzeld el, ja, ezt el akartam mondani, mert ugye ilyen sztorikat itt szoktunk megosztani Happy Hour-be. Tegnap megyek hazafelé. Érted? Jött velem szembe két srác. Nem tudom, mennyi idősek lettek, de nem voltak idősek. Érted? Mm. Fiatalok, vagy nem tudom. Érted? És én telefonáltam. Na most nem szoktam annyira nagyon kényes ügyekről telefonálni, de most mondjuk olyan dolgokról beszélgettünk, amit nem feltétlenül szeretnék megosztani senkivel. Na most, mondjuk egy olyan 5 perces telefonálás és egy elég hosszú megtett út után, így megpöcögtették így a vállad. Így nézem, ott állnak ketten. Mondom, én ugye nyitányként, ugye felnőtt emberek vagyunk, meglepődés okán kérdeztem, így, ahogy mondom, nem. Így, ahogy mondom, mi a fasz? Ezt kérdeztem tőlük. Néznek? Mondom, ti nem szembe jöttetek velem? De. Mondom, és követtek? Nem. Érdekes. Akkor hirtelen irányt váltottak. És mondom, most hallgatjátok, hogy telefonálok, hogy mi a fasz van, érted? És ők közölték, hogy ők egy képet szeretnének. És mondom, és így mondtam a számmal, mondom, nem érdekel, hogy mit beszélek? Nem. Úgyhogy ez van. Az a baj ezekkel a helyzetekkel, hogy én mindenkivel nagyon szívesen fotózkodok, meg mit tudom én, de ez azért na... Olyan túlzás, legalább mondtad volna, hogy bocs, vagy mit tudom én, vagy mondták volna, bocsáss meg. És akkor ilyenkor úgy jön ki, hogy nem megy át az, amit mondok, érted? Pedig nem. Igazából én nem akartam senkit bántani, csak úgy megkérdeztem, hogy mi a fasz? Tehát, hogy így miért nem lehet felfogni, hogy telefonálok, és lehet, hogy holnap is ott megyek haza. Mert ugye ezt már amúgy kifigyelték. Kedvencem volt, hogy beszarsz, figyelj. Egy sráccal találkoztam, aranyosak voltak egyébként. Nekik is mondtam, hogy mi a fasz egyébként a második alkalommal. Egy srác, nem tudom, most valószínűleg ő akartam menni lenni, vagy én nem tudom. Tehát egy sráccal találkoztam a haverjával, és csináltam egy képet, mondtam, hogy köszi szépen, elmentem a ficsába. Hazafelé, már majdnem otthon, vártak a zebránál. Az igen. Mondom, ma már találkoztunk. Igen, de elhoztam egy másik haveromat. Imádom. Ez a legjobb. Imádom. Na mindegy, szóval ilyenek vannak, de ezeket a sztorikat csak megosztom, mert na, ez ilyen, meg hát hol máshol beszéljek meg kikkel erről a dologról, mint veletek. Úgyhogy ez van. Elég érdekes ilyen szituációk alakulnak. Én nem tudom, pedig semmi más nem kell tenni, csak abban a két perces interakcióban kicsit odafigyelni arra is, amit én mondok, de hát az nem lényeg. Csinálj egy képet, húzza a faszomba. Amúgy, érted? Az a lényeg, hogy legyen meg, ne hagyja, ne foglalkozz vele, hogy mit beszél, mondjad közben, hogy la 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 la, egyszer úgy is azt mondja, hogy csináljuk a képet, la 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 la, és akkor megvan. Ennyi. Érted? Utána meg azt mondod, mint a srác, akivel múltkor találkoztam, hogy csináltam vele a képet, de amúgy fasz. Meg amúgy semmit se ér. Amúgy egy köcsög fasz, volt, igen. Amúgy meg alacsony. Na mindegy, az ilyeneket imádom. De lehet, hogy ebben nyilvánul meg egyébként a TV2-es párhuzam. Lehet. Nem tudom. Én a múltkor egyébként, az nagyon vicces volt. Elmentem délután venni egy kávét egy kávézóba, még nem mondom ki a nevét. Jobb is. Igen? És találkoztam egy iskolás csoporttal szeptember 2. hetén. És így kérdeztem, hogy... Kirándulnak. Igen. Hogy mondom, basszus, ez ilyen osztály kirándulás? És mondja a srác, hogy ja. De mondom, szeptember 2. hete van. Ne basszál már ki. Hogy lehet az? Lazán kell kezdeni. És mondta, hogy így ezzel kezdjük az élet, hogy osztály kirándulás. Ilyen menő. Azt a rohadt kurva élet. Nem kell beszarni, szépen felépül az egész dolog, érted? Már előre, tudod, így az esti tábori estéken a tanárnők dolgozatokról mesélnek, hogy majd lesz. Tudod meg minden? Na, ez a durva. Igen, de hogy mit kerestek azok az emberek kávézóban, azt nem tudom. Tehát, hogy szerintem az átlagkor az ilyen, hát nem tudom, 12 körül lehetett. 12-13. Ja. Azért akkoriban, akkor nem nagyon szokás kávézni, nem? Hát de... Ez kicsit korai. Figyelj. Bár lehet, végülis nyomják ezért 10 évesen is az energiaitalt. Az mondja, na az... Na az gáz. Szerintem az tényleg kurva gáz. Nyugodtan. Na mindegy, szerintem a kávé egyébként ilyen 12-13 éves korában az embernek annyira nem jó. Nem. Nem. És nem kakaót kértek, nem. Direkt láttam, hogy nyomatják a kávét. Ó, hát tudod, ez az a fajta reakció, amikor az ember tudod, olyan felnőttes akar lenni. Ja, igen. Tudod, nagyon sokan ezért kezdenek, tudod, dohányzásba, vagy ezért kezdenek kávét inni, mert tudod, akkor... Igen. Geci. Mert nem mindegy, hogy... Tudod, mit ittam ma? Lattét. Az a baj, az utcán megpróbálsz te lenni, érted, a patent gyerek, mert
minden, érted? És tudod, ez régen is így volt mindig, hogy nem olyan van, hogy na, szevasz, haver. Az egy ilyen level 4, érted? Amikor olyan csáv, hogy szevasz, haver. Az már ilyen 11, érted? Legalábbis az emberek szerint, és akkor így azt mondod, hogy oh, és utána rávesz egy ilyet, hogy fasz van, érted? És akkor kész. Tehát mindenki ettől dobja le a haját, ugye? Pedig nem. Hát pedig nem egyáltalán tudom. Nem, úgyhogy csak ezért létszínek kezdjetek el cigizni, az rossz. Igen. De egyébként a kávéval is így van, érted? Tudod, mindig ott van, tudod, mindenki próbálja tartani, tudod, a jelenlegi divatot, érted? Akkor és most, stb. Ott uh-huh. el vannak a menőcsávok, és mindig van egy gyerek, akit otthon úgy öltöztetnek fel, mint egy karmestert, érted? Egy ilyen lájtosan buzis sálba, aki így, tudod, mint vagy már Fincsa, izé amerikai pite egybe, tudod? Nem kávét iszom, Jim, hanem mokkacsigót. Ez a, menj a picsába! Ilyen, nagyon, meg kell legyen ez a különbözőség. Ah, meg. Mondjuk 10 évesen egy kicsit erős, de tudod, azt mondják, hogy megelőzik a korukat az emberek. Meg. Most már átalakult ez a dolog. Nem, hát igaz azért, hogyha belegondolok tényleg, most visszatérve az energiaitalokra, amúgy inkább kávézzanak. Az jobb. Mint energiaitalok vigyanak? Igen. Ez sokkal egyértelmű. Jobb. Ez egyértelmű. Ja. Sőt, ha már annyira kávéztok egyébként, és szeretnétek ilyen különcök lenni, nem mokacsinóval, hanem tudjátok úgy amúgy, próbáljátok meg ráerőltetni magatokat arra, hogy igyátok üresen. Amúgy. Igen? Aha, én magamat még nem sikerült. Rögtön kiderül az, hogy mennyire szeretitek a kávéiszt, vagy mennyire nem. Nem ez a lényeg, mert nem vetek el senkit, én is cukorral iszom. De úgy amúgy a legfaszább. Üresen? Hát ízre is a legjobb elvileg, mert ugye a kávéiszt... Keserű. Mit? A sör is keserű. Bár mondjuk, aki azt mondja, hogy... De vannak olyanok, akik el tudják készíteni, úgyhogy nem annyira keserű. Hát ez nagyon függ, hogy milyen kávét iszol. Ja, de én azt mondom, hogy nekem nagyon sok barátom üresen iszza a kávét, én nem mondom még egyszer. Viszont kevesebb cukrot, kevesebb tejszínt nyomatnak be, ugye ezt a csomó ízét, úgyhogy gyakorlatilag víz meg kávé, az ugye elég király. Én azt mondom, de én, mivel nekem is vannak vérnyomás gondjaim, én napi egy kávét iszom, és kész, ja. És azt reggel, azt így tudom tartani, én nem gondolom, hogy az annyira rossz. Nem. Azzal szerintem nincsen baj. Cold brew. Az a mennyei. Egyébként igen. Az tényleg kurva. De mondom, nyilván most mindenki úgy iszza, hogy szereti, csak mondom, hogy a legkirályabb elvileg akkor, tehát úgy, hogy én meg tudom inni üresen a kávét, de én jobban szeretem cukorral. A tejszínről leszoktam. Na. Nehogy ugye azzal ja. megölöd a tehenet. Tényleg. De amúgy az előtt itt áll? Nem, mondtam, hogy azt én azt a tehenészlányos... Jaj, tudom. Sűrített tejet nyomattam bele, mert Na mondjuk, az kurva az jó. Kurva jó. Magába Úristen, emlék, azt akartam mondani, hogy gyerekkoromban baszki szó... Volt az a tubusos, vágod? Szopogattam gyakorlatilag. Igen. All day. Ne is mondd. Csoda, hogy nem lettem cukor, pedig amúgy. Na mindegy. Igen. Két szemét érintő hírrel kezdünk. Az egyik az első szomorú, a második nagyon nem. Nem tudom, mennyi mindenkit érdekel, csak úgy meg akartam jegyezni, mert általam egy nagyon kedvelt személy volt, bár ugye ez megint a filmek megsüppett világából van. Ugye tegnapi hír, hogy Sid Haig meghalt. Nagyon sokak előtt így élhet így az arca, mert eléggé domináns arc kifejezése volt. Egyébként rettentő sok filmben játszott, rettentő régóta, de talán a legtöbben a Rob Zombie féle Ezer halott háza, uh-huh. és annak a második részéből ismeritek, mint az egyik tagját a Rejecteknek. Ugye, hát ez egy nagyon szomorú hír, én nagyon sajnálom, egy nagyon-nagyon jó arcsávó volt, bár egyébként egész szép kort élt meg. Annyit egyébként érdemes tudni, ha már így mondhatok valamit így, hogy vidítsam az embereket, akik szerették Sid Haig-t, hogy Rob Zombie-nek az új filmje egyébként most fog megjelenni, igen. A Three from Hell, ami egyébként folytatás, tehát ugyanazokat a karaktereket látjuk majd benne, mint az előző két részben, és abban még szerepel. Úgyhogy itt van, a legkönnyebben, hogyha nem ismeritek a színészt, akkor Rob Zombie által megtaláljátok gyorsan, de nagyon sok mindenkivel uh-huh. játszott még együtt. Ez az egyik hír. A másik hír pedig, amiről mindenképp szerettünk volna beszélni, mert azért nagy dolog, akármennyire is nem vagyunk focisok, ugye, hogy tegnap megtörtént a Puskás díj legszebb gól, vagy legbaszóbb gól díjkiosztója, amin hát Zsóri Dániel azzal a metalikus ollózásával nyerte meg a legszebb gólt, ami bazd meg, mert amúgy kurva nagy szám. És ez az először. Először kapott magyar Puskás díjat. És jól tudom, hogy az egyik, az Messi volt, az egyik gól, egy ilyen... Igen. Messi igen. gól volt. Úgyhogy, ez egy kurva nagy GG, úgyhogy nagyon örülünk neki, és már csak azért is, mert Magyarország, ez egy nagyon-nagyon nagy szám. És ráadásul, ha jól tudom, debreceni. Vagyis a DVSC-ben játszik. Igen. Azért mondom, hogy double action.
Hát azért elég durva volt az a zólózás. Emlékszem, hogy még talán említettük is a Happy Hour-be. Mert annyira durva volt. Igen. Már eligazolt? Már nem. Oké. Okay. Nem basszus, de ott volt. Ott lőtte azt a gólt. Igen. Na most ezt volt olyan magyar oldal, aki úgy írta meg, hogy yeah, Zsori Dániel nyerte, yeah, yeah, hogy milyen király, és örültek neki. Ez ott a kevesebb, a legtöbben azt írták meg, hogy most már háromszor annyit kell fizetni érte. Mi a faszér mindig ez a lényeg? Én nem értem, baszki, amúgy. Érted? Egyszerűen hihetetlen. A múltkor is olvastam egy cikket, nem is tudom, Raikkonen, vagy nem tudom ki a faszomról, valamelyik Forma 1-es pilótára, nem mondom ez meg, mi a picsa, rákattintok, érted, és 320 millió forintos órát visel. Jó. De hát elhiszem, ha kihord drágább órát versenyen, ha oda nevezett volna, akkor ez a hír így valamilyen szinten értékkel bír. De ki a faszt érdekel? De most komolyan. Mert olyat akartál venni? Vagy mi van? De mindegy, tehát az a durva, hogy ez az, amire rákattintanak az ember. Ja. És tudod, mi van? Egy bizonyos szinten nem szabad hibáztatni egyébként az újságírás sem egy öngyszemeit. Uh-huh. Erre kattintanak rá. Hát a rohadt köcsög. Rákattintasz, és mit olvasol adta? És kapta! A köcsög! Aj, ne is mond. Beszéltünk már erről egyébként, srácok. Tudjátok, a kapott autó, meg szponzorációs tudszok okán. Hát valószínűleg neki drágább órája van, csak azért hordja ezt, mert ez a deal. Ja. Úgyhogy ez ilyen. Na mindegy. Borzasztó. De borzasztó. Mondom, azért fura nem ez a hozzáállás, hogy állandóan ez az anyagiasság van tolva. Tehát nem elég, hogy a világnak egy nagy része már erről szól, tudod, hogy már ott tartunk, hogy az általános iskolában érted, a gyereken 200-300 rugónyi cucc van, ja. Érted? Meg amit tudom én, milyen telefon, meg a kurva élet, meg ez van nyomva, érted, hogy szerencsétlen emberek kiéheztetik magukat, hogy a gyereknek vegyenek már valamilyen telefont, mert leköpik az iskolába. De az összes létező híroldal, meg minden szar, ezt tuszkolja a felnőttek torkán is le. Persze. Mi a tököm? De én nem tudom egyébként, hogy ennek mi a lényege, de... Nem tudom. Tényleg. Borzasztó az a hozzáállás. Ráadásul ugye a sportolóknál általában egyébként ezek a szponzorációk baromi jellemzőek. De hogyne. Tehát az óra, a fejhallgató, ami látszik igazából. Most egy autóversenyzőnél tök jogos az óra. Hát igen, hát ugye Hublot meg Rolex támogatja a Forma 1-et gyakorlatilag úton útfélen. Mondjuk ez egyik sem volt, de mindegy, nem ez a lényeg. De pont a Rolex ezért. Az ilyen fullos szponzor amúgy. Igen, a múltkor megszámoltuk bazd meg, hogy a Monzába az egyik kanyarba valami 40-valahányszor van kint. Ilyen kis táblakon. De mi a fasznak, érted? Mert érted, oké, hogy nézed, de most az egy kurva nagy, az áthidalón lévő Rolex felület is eléggé látható. Nem? Méterenként tek-tek-tek van egy. De az biztos, hogy nem a nézőknek, bazd meg. Az azért van, hogyha slow motion kamerával érted, ilyen nagy extra közben. Jó, amikor bennel a kamera, akkor is nem maradjon valamelyik. Akkor is ott legyen a Rolex, érted? Én meg azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy mégsem nekünk szól, és tényleg a sofőröket akarják meggyőzni. Gondolj bele. Hát nem, már 37. körnél az meg így, na jó, van geci, most már veszek el. De olyan szintű agymosást kapnak, hogy más márkát nem is ismernek. Az kész. Óra márka Rolex. De most komolyan? Tehát ez mennyire durva, gondolj bele szegény Hamilton, hogy jön bazd meg minden, és akkor, na és az utolsó előzés, Rolex. Na, kíváncsi lehet, hogy mennyire unják már. A 16. Rolex táblánál láttam, hogy meg tudom előzni. Igen, pontosan is a 24-nél belevágtam. Nem tudom, ezért elég érdekes. Ahogy durván nyomják. Hogy ez hogy működik, de nem, lényegtelen, a szponzorációknak gyakorlatilag van egy ilyen lényege is, nem tudom, valami miatt itthon, nem tudom, hogy külföldön biztos a bulvárban nagyon divat, de itthon nem csak a bulvárban divat ez, hogy állandóan azzal vannak megáldva az emberek, hogy ki mennyi pénzt hova költ. Vagy nem költ. Hát ez a lényeg. Tehát ez a legdurvább. Tehát ugye itt már olyan magasságokban megyünk, komolyan mondom, hogy tényleg ilyen pénztárca szagolgatás megy minden egyes irányból. Ja. De nem tudom. Nem tudom, mindig is ez volt a lényeg. De miért? Te tényleg ez érdekli az embereket? Ez, Pisti, ez. Csak ez. Ki mennyit keres, mennyit vett valamit, miért vett annyiért, és a kurva anyját. Ennyi. Az nagyon fontos. Tehát az a negyedik az nagyon fontos, igen. Azért mondom. Én nem tudom, valami miatt kialakult ez a dolog, csak azért nem értem ezt a dolgot, hogy mi a célja ennek. Mert igazából azon kívül, hogy azokat az embereket, akik ugye, nem is tudom, irítségből, vagy lenézésből, ugye odabasznak egy kurva anyját neki, hogy ilyen órája van, vagy ilyen sapkája van, vagy mi az Isten, azon kívül más nem vált ki egy ilyen cikk. Semmi. Tehát tényleg csak undort próbál kelteni az emberekbe, ja. Akikben undort kelthet. Akkor mi az értelme? Nem tudom, tényleg semmi. Tehát az a baj, nem, a klik. A pontosan.
A clickbait. Hát ennyi. Erre rákontrázok egy ilyen kézifékes kanyart. Meglátsz a Facebookon egy ilyet, hogy mit tudom én, Csoki Joe-nak, mit tudom én, 700 milliárd holdnyi órája van. Uh-huh. Érted? Vagy nem tudom, valami. Tehát ilyen baszó drága órája van. Miért kattintasz rá arra a cikkre? Tehát mit vársz még, mint információ belőle? Fogalmas. Hogy egy hármas ikrekkel teres anyukát ölt meg, érte? Vagy mit akarsz még olvasni, hogy még jobban köpködjed, bazd meg? Tehát hol klikkelsz, baszod? Jó kérdés. Rányomod a dühös fejet. Az be. Az, lerohad a kezéről az aura tőle. Akik ezt a dühös fejet nyomják, az életből letiltanám őket amúgy. Na mindegy. Érdekes egy témakör ez abból a szempontból, hogy nem látom az értelmét. Én se. Hogy mégis ez hogy? Csak a clickbait a lényeg. Rákatintanak. De miért kattintanak rá? Mert hogy elolvassák pontosan, hogy mennyibe kerül, és hogy miért. Igen. De ha kiiratnák euróba is, hogy át, akkor azt úgy van minden nap, mikor valaki másolva, még drágább az meg. Az a durva. Igen. Amikor felmegy az euró, miért nem azt írják, hogy tudom, Raikkonen órája már megint többet ér, millióban. Már többet ér a rohadék. Na mindegy. Ez az anyagiasság, ez úgy néz ki, hogy egy ilyen trend. Hát vannak ezek a bevált újságírói fogások, ezeket nyomják. De szerintem egyébként, mondom, ez a fajta súlykolás egy nagyon rossz irányba viszi az embereket. Mert egy az, hogy azt hiszik, hogy az anyagi dolgok azok, amik ugye előrelendítik az ember. Persze megértem. Az életben, beszéltünk rettentő sokszor már erről, az életben a célok elérése nagyon-nagyon fontos dolog. Amikor valaki elér egy célt, az mindig egy jó érzés. És persze kis lépésekben, mit tudom én, ha valaki mondjuk, mit tudom én, elhatározza azt, hogy szeretne magának ezt vagy azt, mire ennyi idős lesz, vagy ekkora, vagy akkora, és eléri, az egy jó kis dolog, jó kis motivációs dolog önmagának, hogy el tudta érni, stb. Tehát én nem azt mondom, hogy az anyagiasság minden tekintetben rossz, mármint olyan szempontból, hogy most a birtoklás. De alapvetően nem ez lenne a lényeg. Semmit nem ér el az elvele az ember, nem lesz több tőle, és a többi, és a többi. És pontosan emiatt nem értem, hogy miért kell súlykolni, mert nincs eredménye. Nincs is amúgy. Meg az emberek egyszerűen elkezdik nem értékelni azt, amiük van. Ja. Érted? Ja. Most komolyan. És hogyha egy 14 éves gyerek az összes létező zseppénzét félretette, hogy amikor megkapja a személyigazolványát, vásárolja magának egy Orient, vagy egy Festina, vagy egy faszom tudja milyen órár, bazd meg, ami 80 ezer forint, és minden vágya volt, és másnap elolvassa, hogy Raikkonen odajött, fölé guggolt, és leposta a fejét, mert neki 320 milliós órája van, érted? Te meg egy chipszar vagy, az összes céloddal együtt. Szétzúzzátok az álmokat! Bassza meg! Ezt kell olvasni. De most komolyan nem? De amúgy tényleg ilyen hatással. Hát milyen dolog ez már? Ja. Hogy az ember úgy érzi, hogy értéktelen, pedig igenis nagy dolgok ezek. És fontos dolgok. Igen. És olyan dolgot vásárolnak, ami értékálló. És nagy dolog, hogy egy fiatal ember például ilyen dolgokra akar adni. És szerintem a legtöbb embert ez nem érdekli. Én tudom. Vagyis, hogy érdekli lehet, de nem foglalkozik vele. Érdekes. Minden esetre egyébként azok a márkák, amik tudod, a prémium menőséget úgymond megpróbálták hozzáférhetővé tenni, azok működnek a legjobban egyébként. Igen, tudod, igen. A nem lehetetlen megvenni, de nincs tovább. Igen. Alapvetően. Tudjátok, ezekről beszéltünk már, mint olyan. Ezért voltak olyan rohadt sikeresek annak idején például. Ugye ebből mi kimaradtunk bőven, mert ugye sokkal nagyobb múltra mutat vissza, de ugye annak idején megjelent ugye a mondjuk például a Pepsi vagy a Coca-Cola, és azok voltak a prémium üdítőitalok. Mi van, csak szörpet iszol? Meg mit tudom én, érted? Az volt a prémium üdítőital, na jó, de nem kerülhetett 300 millió dollárba egy ital, hanem mit tudom én, egy dollárral drágább volt, mint a többi. Aha. Mindenki meg tudta venni, viszont a legmenőbb csávó, Mike Jordan, meg az amerikai elnök, is kólát ívott. Érted? Igen. És úgy érezted, hogy ez volt a prémium, és higgyétek el, ez egy mögöttes tartalom, mert rengeteg sokat lehet olvasni, nagyon sok minden meg volt. Például a mobiltelefonok is körülbelül ilyenek voltak, ha visszagondolsz arra az időszakra, amikor kijött mindenki a prémiumjával, ott volt az iPhone, megjelent a Samsungnál ugye az S-széria, a baszógép, minden, hogy érted, az se kerülhetett milliárdokba. Nem. Jó, persze voltak ilyen prémium szarok, mint a Vertu, meg ilyenek, jó, hát azok de most azokat vegyük el. Úgy vásároltál még egy Galaxy S-t, vagy egy iPhone-t, hogy tudtad, hogy valószínűleg az elnöknek, meg a legmenőbb mozisztárnak sincsen baszóbb telefonja, mert nincsen. Igen. Érted? És elérhetővé vált. És hozzá tudtál férni.
Érted? Jó, persze, nyilván drága, de nem arról volt szó, hogy egy egyszerűen, tehát nem ez a 320 millió forintos óra. Nem ezekről volt szó. Tehát sikerült olyan márkákat teremteni, amik idézőjelben voltak luxusmárkák vagy státuszszimbólumok. Én pontosan emiatt mondtam azt, hogy mikor a státuszszimbólumokról beszéltünk, hogy lehet egy mobiltelefon státuszszimbólum, mikor annyira széles spektrum tudja amúgy megvásárolni, ja, ha akarja. Lehet ugyanolyan telefonod, mint az elnöknek, az így amerikai van elnöknek. Akkor most mit a státuszszimbólum, hogy beülsz, mit tudom én, az uniós tárgyalás, az kibaszod az iPhone-odat, ami, hogyha kimész az utcára, Árpi bácsinak is ott van a sarkon. Így van. Ja. Tehát én nem értem, hogy az embereknek hogy dagad a pöcsük erre. Ez egyszerűen hihetetlen. De hogy tényleg ezek a termékek sikeresek? De ezek a legsikeresebb termékek, mert elérhetőek. És de csak az a baj, hogy ezzel, hogy súlykoljuk ezt a rohadt anyagiasságot, ezzel az a baj, hogy olyan szintekre lehet emelni olyan értéktelen szar dolgokat, hogy ez valami hihetetlen. Ja, most nyilván mondjuk ezzel az óra feltétlenül nem tartozik bele, mint értéktelen dolog, de mondjuk egy mobiltelefon abszolút, vagy egy autó. Ami tudod, meddög lesz érte, hogy meg tud venni, és szűkös határidőn belül szart se ér. Ja. Érted? Igen. Tehát gyakorlatilag ez a legnagyobb szarság, és mégis erről van szó. És mondom, ez mind az anyagiasság súlykolása miatt van. Nem tudom, miért kell ezt. Jó kérdés. Mert szerintem alapvetően, mondjuk, hogy visszakanyarodjunk, Zsóri Dániel teljesítménye, és az, hogy egy magyar nyerte a legszebb gólt, egy óriási motiváló erő azoknak az embereknek, akik szeretik látni azt, hogy ebből az országból is óriási dolgokat el lehet érni, stb. Nyilván nem csak ez az egy példa van. És nem az az érdekesben, hogy most már háromszor annyit ér a játékos. Mit kezdjek ezzel az információval? Pontlesen. De most komolyan. Ja. Mit? Hogy valaki azért legyen focista, hogy majd egyszer megnyeri a Puskás díjat, és háromszor annyit érjen? What? Egyszerűen a kommunikáció lényege vészel. Így van. Ami miatt fontos mondjuk egy ilyen hír. Igen. És én pontosan emiatt nem értem, hogy most ez miért ilyen fontos. Meg mennyire epik már tényleg, hogy magyar. Igen. Mindre. De nem számít. A Puskás díjat magyar nyeri. Háromszor annyit ér. Ez volt az első gondolata szerintem Zsóri Dániel, amikor megkapta a díjat. Anyám, igen, most millé lesz, érted? Nem az, hogy úgy örült, hogy majd beszart, amit meg is értek egyébként, és még egyszer nagy gratuláció neki, mert ez eszméletlen. Azt tuti. Biztos az volt tényleg, mikor átvette a díjat az első pillanatban. Úcsé. Számoljuk akkor egy kicsit. Na most a Rolex. Na mi van? Na, úgy megyek be, azok beköpök az ajtón előre. Melyik itt a legszarabb? Úgyhogy érted? Na, ezek így működnek. Igen, ez így működik. Az az igazság, pontosan Rájbek, ez is egy rettentő jó példa, hogy az emberekben sikerült belekalapálják azt a, nem is azt mondom, hogy rossz gondolatmenetet, hanem téveszmét, hogy valaki egy óriási achievementnek éli meg, tehát egy hatalmas eredménynek éli meg azt, hogy megszerzi a diplomáját, érted? Ami rengeteget kell dolgozni, meg tök király, és megszerzi a diplomát, és fakja. És egy pillanatig se az van, az lebeg a szem előtt, hogy elért valamit, ami egy olyan cél volt, amit lehet nem ő tűzött ki magára, de most lényegtelen, az életnek egy szakaszát lezárta, nem. Most már 500 keresek majd. Nem. Hát nem. Nem fogsz. Mert ez a lényeg, érted? Ez a lényeg, hogy ha mennyit lehet keresni bele, érted? Mennyi pénzt lehet keresni bele, az a kurva életbe, érted? Az a baj, hogy ráadásul ez egy téveszme, és nem. Tényleg az. Úgyhogy, ja, ez egy eléggé vicces dolog. Na. Hogy mi most filozofálunk-e? Igen, ezt csináljuk már 3 éve. Régóta ezt csináljuk. Milyen régóta van már happy hour? Gondolkozunk dolgokon, amik alapvetően nem érdekelnek senkit. Egy magasabb szinten lehet. Jó, hát ez azért érdekli az embereket. Jó, csak az meg kell tenni azt a lépést. Tehát általában olyan fasságokra gondolkodunk, amiről a legtöbb ember nem szokott, mert el van foglalva a saját dolgával. Igen. Igen. Videózással jól lehet-e keresni? Ilyen vagy, én fogom megvenni Zsóri Dániát. Már amúgy indul a saját foci csapatunk. Itt? Indul nem, vágni. Ja, vágni veszük fel. Ja, öccse. Az. Igen. Az a Jani vagyok, BT bármikor megveszi. Igen. Ez így igaz? Milyen hülyeség ez már, nem? Miért nem lettünk bölcsészek? Mert szeretjük a pénzt. Nem, amúgy ez nem így van. De amúgy. Nem, ez nem így van. Nem, valahogy a bölcsész szak nekem annyira nem adta be. Ők más dolgokon gondolkoznak. Hát igen, az egy nagyon elvont szak. Fura, hogy van. Figyelj, most nézd, van, aki elér belőle dolgokat. Egyébként nem sokan, mármint úgy érte, hogy magán... Nem, ezt rosszul mondtam. Nagyon sokan elértek dolgokat, akik bölcsész szakon végeztek. Csak magában, abban a szakmában, vagy nem tudom, minek nevezem, irányban nagyon kevés a lehetőség arra, hogy most hát, hogy leszel nehéz bölcsész, érted? Nehéz. Főleg a szabad bölcsészeknek van nehéz dolguk.
Jó, de az is biztos, hogy most alapvetően a szabad bölcsészet, csak hogy egy kicsit legyek ördögügyvédje és melléjük álljak. Tehát a szabad bölcsészet elcsúszott egy kicsit, mert szerintem annak régebben azért volt valamennyi értelme, és egy idő után valami miatt, nem is valami miatt, amiatt, hogy mindenki diplomát akart, mert meg volt mondva, hogy nincs diplomát, meghalsz! Oda mentek azok, akik nem tudták eldönteni, hogy hova akarnak menni. Hát igen, gyakorlatilag az a gimnázium level 2. Vagy nem tudom, de ezzel félre is csúszott igazából a lényege annak a szaknak, amit most már nem is látunk. Igen. De nem? De. És akkor azt hívják büfészaknak, meg ilyenek, ami elképzelhető, hogy tehát alapvetően maga a neve, mondjuk az, hogy szabad bölcsész vagy bölcsész szak, alapvetően ugye hordoz egy információt magában. Igen. Mert azért lássuk be, a történelem során a nagy gondolkodók, hát megmondtak előre dolgokat, de hogy mik lesznek. Igen. Nem nagyon hallgattak rájuk, de amúgy megmondták. Egyik se volt túl sikeres. Nem voltak sikeresek, viszont az utókor számára nagyon tanulságos volt. Ez igaz. Sok minden, amit mondtak. Mégis volt lényege. Volt. Jó, mondjuk az ókori Görögországban könnyebb volt gondolkodni, érted? Mert most ott ültél a porba, azt... Igen. Úgy volt idő rá, érted? Igen. Ha belegondolsz. Most vagy nem kell fizetni. Most már nehezebb. Hát igen, mert jön a gázos, meg a vízszámla, meg minden. Be kell fizetni a számlákat, régebben lehet gondolkozni. Igen. Még most is megy sok embernek. Jó, és mindjárt. Mennyi? Fújás. Orfújás. Mindeközben. Szóval, nem tudom, nagyon érdekes ez az egész, hogy is mondjam, hozzáállás ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Micsoda? Mikor kezdtük el a happy hour-t? Várjál. Ez most a 569. rész. Ugye úgy van, hogy igen, 2 éve januárban. Azt hiszem, igen. Tehát 2 évvel ezelőtt januárban. Ez egy ilyen újévi fogadalom volt. Igen, 2017. január. Igen. Tehát alapvetően ez a 3. év mióta megy. Tehát 2,5 éve van. Happy hour, igen. Már most régóta van, igen. Igen. Így van. Köszi, Lasli, köszi, Lengyelvi. Így van. 2017. január 4-e. Tehát még nincsen 3 év, de a harmadik, ez a season 3. Így igaz, ja. Igen, és mindig volt valami újítás benne, így seasonönként, most is lesz. És igen, és ebben az évben meg lesz a 600. Hogy? Meg. 600, hogy meg kell legyen mi. Meg. Meg ugye a hétvégéket, meg mikor nem vagyunk itt, azokon kívül egyébként meg szokott lenni. Ha belegondolsz, akkor ugye az volt a kihívás, azt hiszem, hogy az volt ez egy kihívás volt egyébként, egy ilyen challenge volt 2017-ben, mert akkor még csak én csináltam. Igen. Hogy azt, hogy tehát igen, mert ugye az első 100-valahány részben még egyedül voltam. Igen. És az a lényeg, hogy a 2017-re azt mondtuk, hogy 200 műsor legyen. Igen. És lett. Úgyhogy durván egy ilyen 200-210 műsor van egy évben, és akkor ez így nagyjából ki is jön, hogy 2,5 éve megy. Így van. De meg lesz bőven a 600, igen. Igen. Az egy év alatt 200 volt a cél, hogy ez ennél lesz valami különleges adás. Hallod, mit akarsz még? De most komolyan, mi az, hogy ez ennél lesz valami különleges? Mert akkor most vársz? Nem tudom. Amúgy valamit biztos kitalálunk valamit. Persze. Majd... Nem lesz műsor. De ez az 1. happy hour Q&A-s happy hour lesz. Hogy érzitek magatokat, fiúk? Igen. Milyen érzés videósnak lenni? Igen, 100 000-re legyen Just Dance. Basz meg! Mennyit kerestek? Hát ez, Just Dance átlépte az 1 millió megtekintést. Komolyan. Hát nyomni kellene, én mondtam. Lehet, hogy ezért TV2-södtünk el. Te belegondoltál már arra egyébként, hogy férfiak voltunk, most is azok vagyunk, ilyen heves mozgás közben izzadva? Lehet, hogy valaki... Nyomotta a kézkrémetre? Nem, az nem lehet. Szerintem valaki nyomotta rá a kézkrémet. Nem, Pisti, nem, hogy ilyen, nem akarom ezt. Lehet, hogy azért reklamál, mert hogy nincs nem, már. Nem. Lehet, hogy ő nézte meg 1 milliószor. Ú, basszus. Azt nincs több Just Dance, azt letévékettőzött. A kurva faszba. Azért mondta Pisti, hogy férfiak voltunk, mert még egy hétig. Nem vagyunk teljesen férfiak. Csak viccelek, nem. Amúgy már nincs is annyi. Már csak 6 nap. Na jó, az 7. Mert a mai nap is van. Na mindegy. Egyébként nyomni kéne a Just Dance-t, én már mondtam. De már csináltuk annyiszor. De az lényegtelen, ez akárhányszor lehet. De én csak öregebb lettem. Pont azért lenne jó. Mi? Nyomatnánk ott a dance-t. Kifarnítsam a csípőmet. Szerintem kurvára nyomnánk. Vergődjek a földön, mint egy fasz. Kurvára azért... nyomni kéne.
Ezernél jubileumra rászületesz. Amúgy ott van, nézd meg, szépen össze lesz szedve a raktár, van egy csomó üres hely. Ott például nyomhatnánk a Just Dance-t. Igen. A dobozok között. Tök jó. Hát nem tudom. Én örülök neki, hogy volt, és azt lehet nézni. Kézkrémmel. Jó, igen. Amúgy az az igazság, hogy azok nagyon epikek lettek. Hát, nem igazán tudjuk felülmúlni. Én is úgy gondolom, minden évben van happy hour. Ez olyan, amikor azt mondják, hogy miért fifázunk. Hát mondjuk én erre nagyon sokokat tudok mondani. De alapvetően az is úgy volt jó, ahogy. De utoljára el. Melyiken játszottunk? A 2018-a? Héttel? Az 2017. Az egyikkel, amelyikben focizunk. Szerintem ha most újra játszanánk, mert most másabb a játék. Sokkal. Amúgy, figyelj, most azt gondolkozom, szerinted? Az a baj, hogy észrevennék. Bassza, meg nem jó. Most azt jutott eszembe, hogy ha 2017-es gameplayt újra játszanánk, igen? De úgy, hogy most reagálunk a dolgokra, úgy teszünk, mint a játszanak, észrevenné valaki, hogy... Biztosan. Az a baj, hogy észrevenné, mert már változottak a csapatok. Az a baj, hogy ezt annyira, tehát nagyon sokan nem értik meg, hogy mondják, hogy jaj, pedig milyen jó volt, pedig milyen jó volt. Ne tedd hozzá, hogy pedig. Jó volt. Jó volt. És azért volt jó, mert akkor, abban az élethelyzetben, a csatornának, az életének, annak a pillanatában voltak. És rohadt viccesek voltak. Ha azóta is az lenne, úgy unnátok, mint a szar. Hidd el, azért, mert mi sem tudunk ugyanabból a dologból annyiszor jót csinálni. Annyi Cat Mario volt, amennyinek lennie kellett, annyi Just Dance volt, amennyinek lennie kellett, annyi FIFA volt, amennyinek lennie kellett, annyi Bloody Trap Land volt, amennyinek lennie kellett, annyi, mi a faszom volt az a Gang Beasts volt, amennyinek lennie kellett. Igen, igen. És ezek így voltak viccesek, és bármikor, ez a durva, bármikor megnézhetitek. És bármikor tudtok rajta röhögni. Ez most pontosan ugyanolyan, mint... Jó, nyilván nem ugyanolyan, mert még csak közel sincs, mert mi a tehén szar alatt vagyunk, az meg máshol. De a filmeknél is ez a helyzet, érted? Hogy általában ott basszák el a franchise-okat, hogy jó lenne egy új izé, de hogy lenne jó egy új izé? Szar! Mint a legtöbb ilyen új remake, meg ilyen, mint szar. Ott az eredeti, mi a fasznak nem azt nézed, az kurva jó. Ez pontosan erről szól, hogy nem lehet megint megcsinálni. Igen. Nem, ezek olyan dolgok. Megváltoztatok. Hát persze, hogy megváltoztunk, baszki, megcsináltunk valamit. Érted? Ez ilyen. Most mit tudom én, valaki felhúzta a Big Ben, nem az volt az első dolga, hogy építsen a másik oldalra még egyet. Jó van az ott. Érted? Kurva, jó, mai napig nézegetik, az csá. Még egyszer mondom, semmit nem hasonlítok a Big Benhez sem filmekhez, oké? Okay? Tisztában vagyok azon, hogy milyen szinten van, amit csinálunk. De nem ez a lényeg, ez most egy olyan dolog, hogy mi van a Rambóval? A Rambóval az van, hogy ez egy új történet. Érted? Mm. Nem ugyanaz a Cat Mario. Nem ugyanaz a FIFA. Igen. Érted? Vagy mi is csinálnánk remake-et? Remake-et? Gondolom már bele, gameplay remake. Nem, azt nem lehet. Nem, mert az meg kell barátok, azt nem fogom. Pedig az úgy lenne autentikus. Nem. Szóval, na, értitek, hogy miről van szó. Ez ilyen. Például, és ez egy nagyon jó példa, mert a múltkor kérdeztétek, a tankcsapdát. Na, hogy kérdezzétek, hogy mit szólunk az új számhoz. Ja, igen. Aztán mondtátok, hogy nézzük meg a klipet is, mert az kurva jó. Na. Nekem a számmal semmi bajom, szerintem tök jó. Tök jó. A klipet azt egyszerűen felfogni sem tudom, hogy itt mi történik. Igen, egy kicsit érdekes. Igen, mert hogy néztem, és így... Most korodoltam, és most miért? Na mindegy, én nem értettem meg a klipet, de lényegtelen. Ők is rettentő sok ilyen kritikát kapnak, megváltoztatok, nem vagytok olyanok régen, mi a buziság? Hát az, hogy ők is változtak. Idősebbek lettek nagyon sok évvel, változott egy kicsit a stílusuk, változott a közönségük, mert a közönségüknek az egyik része házsártos vén fasz lett, igen. A közönségüknek egy másik része meg most érte el azt a kort, amikor szeretné hallgatni őket, és nekik játszanak zenét. Ez pontosan így van, ja. Ez egy ilyen dolog. És ezt meg kell érteni, hogy ugye a közönséggel együtt mi is ugyanúgy növünk. Tehát nem lehet mindig ugyanazt csinálni. Ezt meg kell érteni. Szerintem ez egy eszenciális dolog. És persze ez nem azt jelenti, mert a stílus meg kell maradjon. De én úgy érzem, hogy az viszont megmaradt. Uh-huh. Ha azt érezném, hogy nem lenne meg ugyanaz a stílus, akkor az úgy lehet, hogy gond lenne. Érted? De nem hiszem, hogy más az élmény, ha most játszunk mondjuk, mit tudom én, például egy Souls game-mel, vagy egy Siege-el, vagy ilyesmi. A maga az a felütése a dolognak, amiről minket meg lehet ismerni, az most is megvan. De ugyanazt nem tudjuk csinálni. Meg nem is kell, mert szar. Mi nem is akarjuk. Ja. Érted? Mondom, a zene a legjobb példa erre. Hogy addig, ameddig az első fél percről, amikor még nem is szólaltak meg, csak mondjuk csak az hangszerek mennek, felismersz egy zenekart,
hogy ezek ők, addig mindegy, mit játszanak. Mert addig megvan a stílus, és hiába tartják ugye a modern korra is a ritmust, és egy kicsit másabb lesz a zenék, a stílusuk megmarad. Uh-huh. És én azt mondom, hogy a tankcsapdának megmaradt a stílusa, mert még mindig ott van Lukásnak az a jellegzetes hangja. Bármikor fel lehet ismerni. Így van, meg azok a témák, amiket csinálnak, amikor most nem akarok nagyon belemenni, mert akkor nagyon, akkor lenne gondolok, de most nem ez a lényeg. Igen. De maga az eszenciális része, hogy az ott TC, az megvan benne. Igen. Én ezért nem értem, és nagyon fontos, hogy nem vagyunk zenészek, szóval zeneileg lehet, hogy bele lehet kötni abba, amit csinálnak, de ettől függetlenül akkor is egyedi. Hát igen. Rohadtul egyedi. Igen. Szerintem kurva jó. Ja. Micsoda? Ott a gitár. Az biztos, amúgy az itt van, és ez egy működőképes gitár amúgy. Hát igen. Ha mondjuk a húrok azok szerintem kb. Vannak. Hát nem tudom. Vagy 6 évesek. De azt nem mondtuk, hogy nosztalgiából nem fogunk néhány régebbi tartalomra visszatérni, de ez nagyon sok múlik a játékokon is. Egyébként. Ja. Hogy hogyan alakul. Lehet, hogy visszatérünk, sose lehet tudni. Én amúgy megmondom őszintén, amúgy is mondtam Pistiek, hogy tökre, nem tudom, tetszene, hogyha megint lenne couch game-ek. Vagyis legalábbis egyszer-egyszer. Tök jó lenne. Jó lenne, csak... Csak arra is kell idő. Nem is ez a baj. Nem is ez a baj, hogy kell rá idő. És nincs. Hanem, mondjuk igen. Hanem az a baj, hogy látjátok, hogy nekünk is még mindig ez a kis zsiráf próbál megállni a négy lábán, dolog megy. Hogy még mindig nem tisztázódott le itt minden. És, hát és ha valami nem tartható, az nem jó. Látjátok, hogy most is mekkora óriási szünet van az Ezt Nézd Meg, ami egyébként alapvetően egy elszomorító dolog, mert abban is az lett volna jó, hogyha rendszeresen van, és lesz is. De hogyha most mondjuk jönne megint a Couch Game, az is egy olyan dolog, hogy az is attól működött a kurva jól, mert minden héten volt. Igen, igen, igen. Érted? És ez a gond, hogy ugye az, hogy néha-néha van, az most megint olyan, hogy felrakunk egy videót, aztán meg megkapod, hogy sellout vagy, mert amúgy azt akartam mondani, hogy a kurva anyádat, csak most a sellout jobb szó. Igen, mert ugye jelentésére semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi mit csinálunk. Szóval, ja, ezek alapvetően ilyenek. Te itt van például Tücsök Prod. Én megértem egyébként, hogy a stílus szeretted, de itt van a lényeg. Most ő mondja, hogy a régi horror gameplayeket adnám. Na, ez gyakorlatilag magyarul azt jelenti, hogy ő szerette ezeket. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy gyakorlatilag az a fajta tartalom tetszene neked. De most játszottunk a Blair Witch-sel. Például. Ami ugyanaz, csak nincsen úgy vágva. De most valójában a stílus az ugyanaz, ugyanúgy én vagyok, sajnos még mindig beszarok, csak egy kicsit más formában. Ez így de van. Valójában az, amit szerettél benne, ott van benne, csak egy picit másképpen van tálalva, kicsit ilyen 2019-esebben. Hogy most már streaming van, meg mit tudom én. De valójában ott van benne, ugyanúgy. Így, ez így van. Én legalábbis így érzem. Hát igazság szerint most tényleg szinte semmi nem változott. Mert régen, amikor felvettük ezeket a horror gameplay-eket, akkor ugyanez volt. Csak kicsit intenzívebbre össze lett vágva. Így van. Régebben, ja. Így van. De nyilván ez egy különbség, és én ezt megértem, és most maradjunk a példánál, a első-második tanúsabb dalbumnál, meg a mostaninál. De még mindig ugyanazok az emberek. Még mindig ugyanaz van. És ugyanaz történik, mert sajnos változni nem tudunk, csak egy kicsit másabb formátumban zajlik ez. És szerintem ez egy olyan dolog, ami az életben ezzel ki kell egyezni. Igen. Én úgy gondolom, hogy a régi is jó volt, hál' Istennek nem tűnt el, még mindig ott van, igen. Meg lehet nézni, meg lehet hallgatni, stb. És az új is itt van. És én úgy érzem, hogy ez kell ahhoz, hogy előre lépjünk. Igen, igen. Hogy valamilyen szinten változni kell. Hát muszáj, basszus. Meg amúgy ez így menjünk előre. Igen. Jó, persze, most nyilván, most oké, persze ez nevetséges, de most, hogyha elkezdtünk volna egyik pillanatról a másikra mondjuk smink videókat csinálni, akkor megértem, hogy valaki azt mondja, hogy hát szerintem megváltoztatok. De mi se stílusban, se tartalomban nem változtunk meg, csak formátumban. És ez azért szerintem egy érdekes információ, mert nagyon-nagyon sok mindenkit illetnek ezzel. Mondom, nem csak a YouTube meg a Twitch világában, hanem
mindenhol, ja, akik persze tartalmat gyártanak. Pedig valójában a legtöbbnél nincsen ilyen óriás paradigmaváltás, vagy hogy mondjam. Nincs. Persze, amikor egy underground rapper csávó elkezd ilyen nyálasszar popzenét csinálni, akkor azért úgy felmegy a szemöldököm nekem is, de én nem hiszem, hogy ugyanez a kategória. Azért, mert az megy. Tehát értitek, mi azért nem ettünk fahéjat, meg nem voltak ilyen dolgok, érted? Tehát ez egy másik téma. Ja. Volt, amiben belenyúltunk. Mit tudom én, csíkóláda nyitás. De abban is csak ilyen egy-két videó erejéig, amíg vicces volt. Szerintem az amúgy pont jó is volt. Amíg vicces volt. Szóval, értitek, ez... Azok kurva jók voltak. Ez egy ilyen témakör. De most már nem lennének jók. Ez fontos. Persze, az akkor is ott, az akkor a stílus volt. Akkor abban az időben. Manapság egy csíkóláda nyitás mi? Semmi. Semmit se jelent, senkit nem érdekel, le van szarva. Akkor és ott. Igen. Akkor volt jó, akkor működött. Annyi ideig. És mondom, tehát ez egy nehéz dolog ezeket végig gondolni. És most persze mondják sokan, hogy lelépett már a közönség nagy része, meg mit tudom én. Na jó, én értem. De most komolyan, azokkal kell foglalkozni, akiket nem érdekel, hogy mit csinálunk. Mikor beszélgetek más youtuberekkel, és ezt szoktam mondani nekik is. Mi a fasznak kell foglalkozni azokkal, akiket nem érdekel, akik le se szarják, hogy mit csinálsz. Azokkal kell foglalkozni, akiket érdekel. Akik ott vannak, akinek csinálod a tartalmat. Ennyi. Na majd, ha ők elmennek, akkor szarság van. Érted? Hát igen. De még mindig ott vannak a régi tartalmak. Azok is visszanézhetnek, akik már nem szeretik, amit csinálunk. Labu. Simán. Úgyhogy ez ilyen. Ja. Én mondom, ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ez mindennel kapcsolatban érvényes, amit az ember csinál. Érted? Most mit? De valójában Mindig is ez volt a lényege szerintem annak, hogy hogyan lehet valami jó, és hogyan tud működni. Uh-huh. Amúgy megmondom, hogy szintén kurva nehéz ezt kezelni, de be kell látni, hogy ez így működik csak. Hát hosszú távon mindenképpen. Ja. Rövid távon egy csomó minden működik. Hát úgy igen. Én például ott vagyok, hogy nem azt mondom, hogy nem tudom értékelni őket, mert nyilván megvannak a dolgok, pont tegnap beszélgettünk erről. Én például egyszerűen, tehát nem arról van szó, hogy nem értem, hogy miért néznek valaki, dehogy is nem. De én az egyéves streamerekben nem értem a koncepciót. Tehát én nem értem a koncepciót, és azért nem értem, mert szerintem nincs. Veszélyes amúgy, igen. És most teljesen mindegy, hogy kompetitív játékról beszélünk, vagy nem kompetitív játékokról. Tehát most mondok példát. Mondjuk például ott voltak a... Jó, persze transitionálni lehet már, amikor, mit tudom én, van úgymond transition. De ott voltak például a kártyajáték streamerek, ott voltak például a looter shooter streamerek, és amikor elzárják a csapot, akkor ott van ez a... Most mit csináljunk? Hát majd még 2 év, azt jön az új Destiny, vagy nem tudom, érted? Tehát nincs koncepció, mert összedől, mint a kártyavár. Ott van például egy nagy kedvenc youtuberem, akit nagyon szeretek, biztos ti is tudjátok ki az, Vati, aki csinálja a Dark Souls videókat. Igen. Vagy csinálta. Tudod, ilyen lore, meg story, meg a faszom, meg secrets, meg mit tudom én. Úgy pörgött ez a csatorna, mint a kurva élet, eljutott odáig a gyerek, hogy a From Software meghívta, és ő beszélt az új játékokról. Most mi van? Kirak egy videót, hogy megérdemelne a Demon's Souls egy remastert. Igen, mert hogy nincs miről már tartalmat csinálnia. Most jön a search, foglalkozz azzal. Tehát, és tök jó, amit csinál. Tök jó. De egyszer vége lesz ennek. Mi a koncepció? Hol a következő lépés? És minket azért hibáztatnak az emberek, mert próbálunk tovább lépni, hogy legyen még the VR. Mert hogyha mi is megragadtunk volna ott, ahol, nézzétek meg most, hol tartanak a béna szar horror indie gémek, meg hol tartanak a rage gémek. Gyakorlatilag most már szinte sehol. 1-2 még előfordul. Ha annál maradtunk volna, akkor az lenne, hogy ülnénk, azt várnánk, amikor lesz. Mikor lesz egy új, igen. Érted, milyen király már, nem? Ja. Tehát, hogy most érted, most ez megint egy olyan dolog, hogyha nem lenne reggeli műsor, értitek? Mert ugye felépült egy struktúra ebbe az egészbe. Ha nem lenne reggeli műsor, meg nem lenne tech csatorna, meg nem lenne semmi ez a sok TV2, amit csinálunk. Érted? Akkor Janival fognánk, felkelnénk reggel, és várnánk, hogy mikor lesz stream. Ja. Most ez a baj. Tehát érted? Nekem ez a problémám ezzel az egész, hogy én megértem azokat az embereket, akik nem kedvelik az új tartalmainkat. De ott vannak, tehát attól függetlenül ott van az is, ami régen volt, tehát nem vettünk el belőle. Néha ezért van az, hogy néha nem tudom megérteni, és néha egyszer az ember beszól, hogy ez egy fasság, meg most mi a fasznak kell ilyeneket mondani, mert egyszerűen nem tudja megérteni azt, hogy miért kell ítélkezni olyan dolog után, amit végig se gondol néhány ember. Ja. És szerintem ez nem fair. Meg valahogy nem várhatják el tőlünk az emberek, hogy ugyanazt csak évekig.
Igen, azért, mert hidd el, hogy valójában az emberek nagy többségében megvan az is, hogy szeretne új dolgot látni. Érted? Biztos, hát persze, biztos. De gáz lenne, hogyha még mindig ugyanazt csinálnánk. Ó, nem lenne jó. Még valószínűleg nem lennénk itt. Hát az egészen biztos. Ha ugyanazt csináltuk volna végig. Nagyon nem. És mondom, ez a lényeg, hogy nagyon sok mindenki félreértelmezi azt, hogy úristen, mi történt, meg amíg még nem voltatok ennyire nézettek, meg minden, de minden egy következő lépés. És minden, ami történik a csatornán, az, hogy vannak szponzorok, vannak támogatók, az, hogy több a műsor, az mind amiatt van, mert nő, és azt a növekedést fent kell tartani. Különben, mint egy lufi. Hát annyira. Hány ilyen példát láthatatok itthon is? Hogy megnőtt egy csatorna, mint a kurva élet, róla szólt minden, és így a faszom sem emlékszik majd, hogy hívták. Nem tudom, egyszer eltűnt, mintha nem is lett volna. Mert vannak ilyenek. Érted? Hát vagy még haknizik olyan helyeken, ahol még azt hiszik, hogy benő. De most ez lényegtelen. Igen. Ez lényegtelen. Ez már nem az ő hibája egyébként. Nem. Hanem az, hogy nem tudom, valahogy ilyen 10 éves statisztikákat néznek a Magyarországon, vagy én nem tudom, mi van. Szóval, ja, ezek ilyen cuccok. A változatosság szerintem is fontos. Egyetértek ebben. De mi olyan szempontból látunk hozzá a változatossághoz, hogy igyekeztünk az eszenciáját a csatornának megtartani. Ezért nem mennek a game streamek sehova. Ja. És hogyha mi minden egyes évben, amit végig streamelünk, megtalálod a Souls gamedet, megtalálod a horror gamedet, megtalálod a shooter gamet, a kompetitív játékot, megtalálod mind, amit szeretsz, azt megtalálod. Mert ott van. Csak van mellette még egy csomó más is. Meg amúgy egy elég nagy, hát hogy is mondjam, elég sok kategóriát lefedünk. Így van. Itt van például a másik teljes tévhit, ha már erről beszélünk. Itt van, írja Dr. Professor Herr szakértő, hogy a Rainbow Six Siege nem ilyen játék, nagyon sokat van nálatok. Tehát nálunk a Rainbow Six Siege maximum egy héten egyszer van, de amúgy általában inkább 2 vagy 3 hetente. A nagyon sokat, azt most megfognám egyébként, és mint ugye egy ilyen alapvetően ilyen elasztikus gumiból készült műpéniszt, valamit csinálnék vele, a nagyon sokattal. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tehát kurva ritkán van egyébként Rainbow Six Siege, és te is tudjátok nagyon jól, hogy azzal a játékkal azért játszunk, mert ugye van a hard mode, vannak a többiek, és együtt azzal a játékkal szoktunk játszani, és olyankor az a vicces, az interakció egymás közt nem is igazából a játék. Mint ahogy a Cat Mario-nál se a játék volt vicces. Hát nagyon. Az max elsőre vicces, mikor először beszopja az ember. Ja. Értitek? Na most... ez az állítás nem állja meg a helyét egyik oldalon sem. Nem. Tehát sokat sincs nálunk, meg nem is igazából egy ilyen repetitív valami. Tehát én kétlem, hogy mondjuk a Rainbow Six Siege-et, tehát hogyha mondtam én, tehát nekünk van egy stílusunk, a csatornának van egy stílusa. Ha nálunk az menne, hogy én is egy olyan streamer lennék mondjuk például, vagy Jani egy olyan streamer lenne, aki fa arccal ül, mint az állat, és akkor így dobálja a headshotokat, biztos, hogy néznék. Meg ha egy külön csatorna lenne, lehet, hogy sikeres lenne. De azok nem mi vagyunk. Ja. Most az, hogy azt akarod nézni, hogy tryhardolunk, mint szar. Minek? Igen. Annak szerintem semmi értelme nincs. Mármint nálunk nincsen, mert nem ez érdekel titeket. Ja. Legalábbis én így értelmezem. Igen. Havi egy kívánságstream lehetne? Nem fogunk levetkőzni, Timi. Soha. Ilyen nincsen, mert betiltják a csatornát. Hát igen. Meg az már lehet, hogy kicsit, az már rádiós, nem tévés. A vetkőzés? Nem a kívánság. Ja. Szevasztok. Csak egy kicsit ilyen képzavar volt. Bár az tévés, a vetkőzés. Az tévés. Az tévés. Értem. Csak vissza. Szevasztok, ez itt a kívánság stream. Kívánság kosár. Gábor van a telefonnál. Szia Gábor, mit szeretnél? Szia Jani. Az van, hogy én nagyon-nagyon szeretném, ha kipróbálnád az egyik kedvenc játékhoz a World at War-t, hogy tök jó lenne, hogyha játszanál vele. Az lenne a király. Igen. Jó lenne. Igen, de na, ez egy ilyen dolog. Jó kis montázsok születnek a Siege-ben, meg ilyenek. Én azt nem tudom megérteni, és azt szeretném, csak az a baj, hogy a világ nem így működik sajnos, mert általában belehánynak valamit a chatbe az emberek, utána meg nem tudom, mi történik. Tehát szívesen megbeszélném egy emberrel, mert szerintem sokkal értelmesebb dolog lenne az, hogyha valaki azt mondja, hogy nálunk nagyon sok a Siege stream, akkor leülnék és beszéljük meg. Tehát nézzük meg, mit tudom én, az elmúlt egy évben hányszor volt Siege. Hogy mondja meg, hogy miért érzi azt, hogy állandóan az van, mikor nincsen. Nem, nincs. Az elmúlt, hát 2 éve siege-ezünk, nem? Hát körülbelül. És most lesz majd a 100. stream. Igen. Ja.
Azért mondom, hogy olyan nagyon sok nem volt szerintem két év alatt. Nem. De szerintem lehet, hogy három. Vagy három? Nem tudom már. Az a baj, nem emlékszem. Egyszerűen nem. Most így a Twitch-en mondjuk, nem pedig a régi videókra. Ja. Nem volt túl sok, szerintem. Az a, egyébként ebben lehet igazság. Tehát hetet egyszer jön fel, és akkor így van. Hallod, azt is, hogy faszom, ki van, bazd meg. Mint azok, akik azt mondják, a festsek ez a beszélgetés, és most azok nem játszanak soha. Hát reggel nem, mert ilyenkor az ember még ébred. Ki az, aki reggel játszik? Hát van olyan. Hát pubgizni kell, Jani, bazd meg, kimegyek ezedből. De nem, reggel nem szabad játszani. Oka, be kell melegedni, érted? Be kell melegedni. Reggel nem szabad. Érted? Délután szabad. Akkor jó. Ez nagyon fontos. Van, amikor nem pubgizol, néha ahogyozok. Most van így, bazd meg, van, aki így nyomja. Igen. Tőle is ezt kell várni. Tőle ezt várják az emberek, ő ezt nyomja. Tőlünk nem ezt várják az emberek, mi nem ezt nyomjuk. Igen. És mondom, nincs azzal semmi baj azzal a tartalommal, aki valaki mondjuk úgy nyomja egész nap a PUBG-t. Rengeteg sok külföldi streamer, aki mai napig éjjel-nappal nyomja a PUBG-t. Persze. Hát, hogyha egyszer annak a játéknak elapad a teje, ahogy szokták mondani, akkor ott lesz gond. Lesz. Bár valakinek elég vastag a bőr, hogy átmenjen a Fortnite-ra, nem? Hát nem hiszem, mi másra tudsz váltani? Á, nem hiszem, hogy, aki, hogy PUBG-ról átmenné Fortnite-ra. Na jó, de mire tudsz váltani, hogyha esetleg az elmegy? Visszamenni csízni. Aj, bazd meg, de látod azoknak. De nem fog a Fortnite-ozni, akik ilyen ekte fullos PUBG. Mondjuk ebben igazad van. Nem, de csízni meg azért nem fognak, mert nem lesz meg az a view count, ami megvolt a PUBG-nál. Ez tény. De hogyha elakad a, vagy elapad a PUBG, a csíj még akkor is menni fog. Ez a, tehát azon az a szinten, ilyen, amin van, azon menni fog. Ja, a PUBG, hogyha egyszer elapad, az nem fog. Tehát a csíj nem fog elapadni. Megmondom őszintén, hogy a PUBG is, nem hiszem, hogy olyan annyira nagyon kimenne, hogy senki Azért nem fog kimenni a PUBG, mert leálltak ezzel a BR-rel. Igen, nem igen. Ők, hanem ugye a világ egy kicsit nem leállt a BR-rel, és akkor így úgymond a hadszintér fent van. Tehát ott a PUBG, igen, meg ott van a Fortnite. Jó, persze vannak, mit tudom én, négyen, akik Apex-eznek, meg még az a három ember, aki nyomja azt a másik izét, a Roy-t, vagy nem tudom mi volt az, de megálltak. Most már a kínaiak se fejlesztenek tökre faszra Battle Royale-t. Látjátok, az új Call of Duty-ban sincs még benne, stb. Tehát látjuk azt, hogy egy kicsit így meghámozták ezt a dolgot, és hagyják. Ott a PUBG, az egy jó Battle Royale játék, azzal játszanak az emberek, kész, pont. Le van csak. Szerintem ez így egészséges, van. És pont emiatt nem fog kimenni. Nem. Nem, meg ameddig van, ölnek bele pénzt, és kúros a pénzt még mindig a PUBG-be. Igen. Addig még fenn fog maradni. Még legalább, én azt mondom nektek, hogy legalább 5 évig. Még biztos. Itt most tényleg piaci szempontból nézzük, srácok. Léci, ne úgy álljatok hozzá, hogy most ki mennyire szereti a Battle Royale-t, vagy melyik Battle Royale-t mennyire szereti. A számok igazolják a dolgokat, kibaszott kevesen játszanak a PUBG Fortnite-hoz képest a többivel. Gyakorlatilag elenyésző. Igen. Mennyiségben. Hát a kód az gyakorlatilag halott. A BO4. PC-n. PC-n, igen. PC-n. Konzolon játszanak vele, mert játszanak vele. Na most lássuk be, hogy mobilon is többen PUBG-znak, mint PC-n. Többen. Ami többen. Tök durva. Ja, és ott is vannak bajnokságok. Nagyon durva. Nem is akármilyenek. Nagyon, nagyon durva. Ja. Esport. Mobil esport. Hát durva, hallott, ugye vagy? Nekem az újabb galaxisban megdög lesz. De amúgy ez tök menő, hogy van egy ilyen mobil esport. Hát eddig mindig csak a Clash Royale volt, meg ezek az ilyen cuccok, és azért ez egy tök más műfaj. Más, de rengetegen játszanak vele, tényleg rengetegen. Ja. Tehát sokkal többen, mint a sima PUBG-val. Igen, igen. Úgyhogy ja, ez is egy érdekes egy dolog. Nem, tehát mondom, a user base, tehát halott game-nek addig nem nevezünk valamit halott game-nek, amíg ha bemész matchmaking-elni, akkor nem, amíg bedob egy game-be, addig nem halott egy game. Tehát egyébként most azt mondják, hogy mit tudom én, ugye itt a PUBG-nál, a Chain-nél, meg ilyenek, ilyen 100 000-es player base-ről beszélünk, akik ugye online vannak ugye a napnak egy bizonyos szakában, azok, azt a kurva, na ez aztán game, meg minden. Valójában egyébként, ha belegondoltok, ha mondjuk 1000 ember játszik egy játékkal, ami kurva kevés világszinten, Az nem egy kevés, az nem egy low player count. Nem. Játszottunk mi olyan játékkal, aminél ilyen 11 emberrel voltunk jóba. Ne is mondjátok. Meg aki ott volt a legendás Battle Royale Challenge streamen, a hajnali 3 órakor a BO4 Battle Royale meccsre vártunk 15 percet, egy körre, az durva. Ja. Igen. Igen. Szóval azt, hogy dead game nem mondjuk, de azt, hogy jóval népszerűtlenebb, mint a többi, az sajnos benne van a kalapban. Ez egy ilyen dolog. Na mindegy, nem akartam én igazából erre elkanyarodni ma,
de így aródott a dolog. Mindig tudjátok, a gondolat és a ti hozzászólásaitok vezetik a témaköröket. Most így egy kicsit belementünk ebbe is. Na bum, lényeg a lényeg. Olyanok lettünk, mint a TV2, meg sellout-ok is, úgyhogy ez egy siralmas dolog. Sellout, full selloutban nyomjuk. De hogy hova lett ez a gyerek? Megjelent a Steam, ahogy kimondtam, hogy sellout. No, ez a nem mindegy, Pisti. Véletlen? Bajon véletlen lehet? Na, hova lett ez a gyerek? Nem tudom, azóta se ír. Összeszarta magát, lehet. Mitől? Csípős paprikától? Vagy lehet, hogy ment dolgozni, csak előtte így beírta. Hogy egy érzéssel. Hogy így ilyen, jól időre reggelünk, igen. Uh-huh. Ilyen lehet, amikor tudod, ilyen levegőt fújnak az ember seggében, mielőtt belenyomják a kamerát. Fú. Annak is annyi lényegében, hogy a végén kijön a levegő. Na, ennyi. Majd egy hét múlva visszajön, amikor CJ-zünk. Ja, ja, az is TV2-es content. A full TV2, igen. Micsoda balfaszok vannak amúgy. Na mindegy. Srácok, ma kurva izgalmas nap van, legalábbis nekem. Az. The Search 2. Az egyet tudjátok, hogy mennyire kurvára szerettem. Robó szó az izon. Egy kibaszott ötletes világban egy kurva jó szó az gémről van szó, aminek a harcmanikája állat. Úgyhogy ma azzal fogunk játszani. Biztos vagyok benne, hogy nem heavy weapon-nel fogjuk nyomni. Nagyon-nagyon szeretnék rámenni erre a dual purpose fegyverre. Tudjátok, ami ilyen transformation weapon, ja, hogy heavy és light között lehet váltani, az az új dolog, hogy nagyon szeretnék arra rápörögni. Úgyhogy délután The Search 2, tényleg nagyon várom, kurva jó lesz. Az egyik legjobban várt játékom idén. Így van. Ugyanis számomra nagyon izgalmas. A hét többi részét meg beírjuk. Így van, be fogjuk írni, azért, mert most már nagyjából világos. Pénteken valószínűleg Code Vein lesz, mivel ugye az embargós részig eljutottunk tegnap, tehát a pénteki nap az valószínűleg Code Vein lesz. Ja. Illetve szerintem még egy Search stream biztos lesz a héten. Most ki tudja, lehet, hogy lesz egy Siege. Ki csak tudja? Hogy nehogy úgy érezze valaki, hogy elhagytuk a TV2-t. Meglátjuk, igen. Ha értitek, mire van szó. Na jó, találkozunk, srácok. Ne most írjad, hogy menetrend, mondtuk, hogy kitöltjük. Nincs kitöltve. Nem. Szevasztok! Így van, 5 perc volt indul a teleshop, szevasztok!